Drónkezelési tanfolyamon vettek részt a Petőfi Sándor Elméleti Liceum robotika és média szakos diákjai. A hátam mögött olyan oktatás folyik, ami egyedülálló Bihari megyében. Drónkezelési tanfolyamot szervezünk itt Székidon a Petőfi Sándor Elméleti Liceumban. Tudnilik két olyan szakot indítottunk nemrég, amely egyedülálló Erdélyben, illetve Bihar megyében. Az egyik a robotika, amire kifejezetten büszke vagyok, hiszen Bihar megyében magyarul csak Székelyhídon lehet tanulni. A másik pedig a filmfotó médiaszak, ami gyakorlatilag egész Erdélyben egyedülálló, hiszen magyarul csak itt Székelyhídon lehet tanulni. Ennek a két szaknak a diákjainak fakultatív módon olyan ismeretátadást szeretnénk biztosítani, amely egyedülállóvá teszi őket a munkaerőpiacon. A képzés során a diákok elméleti és gyakorlati tudással is gyarapodtak. A sikeres vizsga eredményeként pedig drónpilóta engedélyt kaphatnak. Mai nap elkezdtük egy hosszú projekt első lépését. A projekt célja a diákok felkészítése, az A1, A3 drónvezetői diploma elérése, levizsgázása. Ez egy pilóta projekt, aminek a folytatása remélhetőleg egy komolyabb kurzus lesz, amit már a Székelyhídi Petőfi Sándor Liceum kurikulumjába be is vezetnénk. A lényege, 16 év fölött már meg lehet szerezni a drónpilóta engedélyt. Ennek három kategóriája van, az A1, A2, A3. Az A1, A3 mondjuk úgy a civil drónpilóta engedély, ezt céloztuk meg a diákoknak. Ezzel már egy kamerás drónt biztonságosan és a törvényi keretekén belül tudnak reptetni. Terveink szerint 10 alkalmat fog tartalmazni ez a projekt. Ez alatt felkészítjük a diákokat az A1, A3 vizsga megszerzésére. Ezután egy elismervényt, egy diplomát fognak kapni, amivel már el tudják indítani a drónpilóta karrierjüket, mert igazából ennek a projektnek az igazi lényege és az egész drónreptetésnek az igazi targetje, célpontja, hogy a diákok eljussanak arra a szintre, hogy akár kereskedelmi szinten is, mint drónpilóta tudjanak dolgozni. A Petőfi Sándor Elméleti Liceum diákjai nagyon érdekesnek találták a képzést már az első alkalommal, és ki is fejtették, hogy miért ajánlják a szakukat a következő generációnak. Idén májustól értesültünk, hogy drónoktatást is fogunk tanulni. Ez volt az első óra, amikor ki is próbálhattuk a drónokat, és nagyon érdekes, és mindegyiknek tetszik. Azért jelentkezzenek erre a szakra, mert ez a jövő szaka. Nagyon sok mindent egybefoglal, ami a jövőben hasznos lehet, és nagyon érdekes. Első ízben szervezték meg Hegyköz Szent Miklóson a Szoldob Fesztivált május 24-e és 26-a között, amely számos program lehetőséget kínált mindenkinek. A Szoldob Fesztivál első alkalommal megszervezett rendezvény, ami magában foglal több programot. Megpróbáltunk úgy programokat összeállítani, hogy változatos legyen, mindenki találja meg a számítását. Itt beleértem a néptánckedvelőket, akik ma este a Heveder zenekarra szórakoznak, és aztán táncházzal zárul a mai esténk, ez a nulladik nap, ahol nagyon sokan összegyűltek, és várakozáson felüli közönség szám gyűlt össze itt a Csűrben. Holnap pedig kezdődnek a gyerekprogramok délelőtt, gyerekeknek próbálunk megkedvezni. Aztán jönnek a színpadi koncerteink, ahol a jazztől a modern zenéig mindenki megtalálja a számítását. Reményeink szerint változatos lesz ez a műsor, már úgy változatos, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Szombat délután került sor a fesztivál hivatalos megnyitójára, ahol Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere köszöntötte az embereket. Az állandó programok minden napra biztosítottak kicsiknek és nagyoknak egyaránt szórakozási lehetőséget. A kúriánál család és gyermekprogramok vártak mindenkit, ahol pónilovaglás, arcfestés és kézműves foglalkozásokra is lehetőség volt. Ezen kívül meg lehetett tekinteni, hogy hogyan is néz ki egy hagyományőrző jurta, valamint
valamint íjászatra és fegyverbemutatóra is sor került. A felnőtteket a boros rendezvények várták többek között. Kilátogatóinkat várjuk a programainkon kívül. Boros rendezvényünk van, ami rövidesen kezdődik a Hegyközérpanzióban, ahol is Vámos Attila borművész mutatja be műveit. Aztán holnapi nap folyamán három pincészet is jelen lesz holnap és holnap után a fesztiválunkon, valamint különleges ételek, smokeres ételek, Laci konyha, úgyhogy minden megvan ahhoz, hogy egy jó rendezvény legyen. Különleges gyógyítósátor előadásokat és gyógyító programokat is magába foglalt a fesztivál. Többek között dr. Pap Lajos, Széchenyi Díjas szívsebész, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára is tartott előadást. Fesztiválunk ötletgazdáira érdemes kitérnünk néhány szóban, akik a helyi szállásadók és helyi szállásokat próbálják meg olyan szinten promoválni és a jövőben érdekessé tenni a helységet, hogy látogassanak ki. Itt beleértünk a strandokon, két strandjunkban, ahol nagyon sokan megfordulnak. Aztán magánszemélyek, akik szállásokat biztosítanak a vendégek számára a környékben, úgyhogy mindenféleképpen egy nagyon érdekes összeállás történt itt a szállásadó között. Román magánberuházó cég közel 3 hektár területen akvaparkot épít Székelyhídon. Ez a beruházás a régió legmodernebb ilyen típusú létesítménye lesz, amely felteszi Székelyhidat a régió turisztikai térképére, ami mind a mellett, hogy több száz munkahelyet fog teremteni, sok más kiegészítő vállalkozást is segít beindítani, mint vendégházak, éttermek, illetve egyéb más a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokat, amik újabb munkahelyeket, gazdasági fellendülést és a székelyhidi ingatlanok, területek felértékelődését jelenti majd. Perolo, un proiect cu un aquapark pe o suprafață de aproximativ 3 hectare, care sper că va fi unul dintre cele mai frumoase proiecte pe raza de nord-vest a țării. Este un proiect care include un hotel cu 200 de camere, undeva la 7 bazine de not exterioare plus 2 bazine interioare, restaurant și alte dotări, spa și așa mai departe. Va fi ultra complex, ultra modern. Am făcut mai multe studii, investiția asta noastră e propusă de mai mult timp. Aici, la Secueni, am găsit, știam că este o apă termală și pentru dezvoltarea acelui proiect e un loc prielnic. Și pe lângă asta am găsit o administrație care a fost alături de noi 100% pentru implementarea acestui proiect. Suntem în stare de proiectare, deci la starea de proiectare de asta, sperăm că spre sfârșitul anului să fie terminată proiectarea, să obținem autorizația de construcții și maxim în 2 ani să-i deschidem porțile. Adică 2026. Székelyhídra látogatott dr. Pap László debrecenváros polgármestere, ahol egy megbeszélés keretén belül együtt értekezett Béres Csaba helyi polgármesterrel, Szabó Ödön parlamenti képviselővel és helyi vállalkozókkal a két képviselt város gazdasági együttműködésének jövőbeli lehetőségeiről. Az Európai Unió soros elnökségét az év második felében Magyarország tölti be, és nagyon nagy várakozással vagyunk ez iránt az időszak iránt, hiszen az egyik fő célkitűzése a magyar elnökségnek a schengeni határok megszüntetése, annak támogatása Magyarország és Románia között. Ez óriási jelentőségű Székelyhíd vonatkozásában, hiszen ez a térség egy gazdasági egységet képezett hosszú-hosszú időn keresztül, és a Debrecenben zajló gazdaságfejlesztési folyamatok és sikereknek köszönhetően egy egészen új dimenzióba léphet Székelyhíd és térsége, a kistérség, illetve Érmellék. Debrecen gyakorlatilag elérte gazdasági növekedésének felső határát, így egy olyan időszak következik majd, amikor a térségre lehet koncentrálni. Nagyon fontos, hogy Székelyhíd rendelkezzen megfelelő ipari infrastruktúrával, ennek a lépései megtörténtek, hiszen a városban egy 5 hektáros iparterület már
tudja fogadni a befektetőket. Nagyon helyes döntés volt Székelyhíd részéről, hogy az oktatásba investált az elmúlt időszakban, és olyan szakképzési lehetőségek alakultak ki a városban, illetve itt a térségben, amelyek kifejezetten tudják támogatni az ipari-gazdasági fejlődési folyamatokat. És mi Debrecenből úgy tekintünk Székelyhídra, mint a határ túloldalán lévő olyan településre, amely a debreceni gazdasági folyamatokból kifejezetten tud majd profitálni. És ha Nagyváraddal nem tud együttműködést kialakítani, akkor állunk rendelkezésre, akkor itt van Debrecen. És azt kérem, azt kívánom, azt szeretném, ha a székelyhidiak Debrecenre is úgy tekintenének, mint egy olyan partnere, amely tud munkahelyeket létrehozni, tud támogatást adni gazdaságfejlesztés, gazdasági stratégia vonatkozásában, új munkahelyek és befektetők idehozatalában. Elkészült a nagykágyai játszótér, a gyerekek nagy örömére, ami még bővülni fog idővel. Itt vagyunk Nagykágyán, az óvodaudvaron. Ahol most állunk, egy régi épület volt, amit le kellett bontani, annak a helyére építettünk vissza ma egy játszóteret, ami még bővülni fog. A mai nap folyamán a településen belül két zugot is kiletakarítunk, hiszen ahogy az autók járkálnak az aszfaltos úton fel és lemenet a református templom felé, már benőttek, a gyom benőtte, a gaj benyomta a bozolt az utat. Ez a mi munkánk, mi a közösségért teszünk, folyamatosan itt vagyunk a közösség mellett, és az igényeknek megpróbálunk eleget tenni. Mi dolgozunk, nem csak 4 évente, hanem mindig, amikor lehetőségünk van rá. Erőpróba a kerti munka. A Stillel a megoldás mindig egyszerű. A kedvezményes ajánlatokról, fizetési lehetőségekről kérdezd a hivatalos Still márka kereskedőt és szervízt. Székelyhíd, Malom utca 24-es szám. Teljesítsd az évszak kerti kihívásait. Segít a Still! Az is felmerült kérdésként, sőt, inkább akkor benned merült fel, mint bennem, de akkor kérdezd meg. Ne, csak csináljon. Nem kérdezek. Döntsétek el, addig kimegyek. Nem értem a kérdést. Köszöntöm a kedves nézőket, ez az Érhangja Média csoport és a Festum Váradinum közös vodcast sorozata. Péterfi Bori fogadta el a meghívásunkat erre a részre, ugyanis hamarosan színpadra lép a Péterfi Bori and the Love Band. Szia, Bori! Sziasztok! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Itt van Kis Lórend kollégám az egyik mikrofonnál. Sziasztok! Medvési Szabolcs a kamerák mögött, jó magam, Lenkár Péter vagyok. Kicsit utána olvasva, mennyire volt predesztinálva, hogy te előadó művész leszel, mert ott ugye azt szokták tematizálni, hogy Áprili Lajostól már azért ott eléggé művész lelkek jöttek, és mind szülő, mind apai, mind anyai ágon azért. A véna megvan. Igen, igen. Igen. Hát valószínűsíthető volt nyilván, hogy valamiféle művészettel fog foglalkozni, mert nyilván tényleg így nőttem fel, hogy ezt láttam magam körül, de például a húgom az irodalomtörténész lett, tehát jó, az irodalmi vonalon, de ő például nem lett végül is ilyen értelemben művész, tehát azért ez nem törvényszerű, de nálam valahogy az volt, tehát nekem nagyon hamar a színészet az már úgy bekattant, hogy én ezt akarom csinálni, aztán végül is ez, hogy zenekar, meg ez az egész, ez nem volt így a tervben. És aztán meg mégis ez lesz. Persze. Aha. Hát én már a gimnázium felét ellógtam mindenféle színházi... Színi körök miatt. Persze, ilyen titkos próbák, amikben semmi nem lenne. De egyébként az is felmerült kérdésként, sőt, inkább akkor benned merült fel, mint bennem, de akkor kérdezd meg. Ne, csak csináljon. Döntsétek el, addig kimegyek. Nem ez az Áprili Lajos dolog érdekel, hogy te már ismerted a verseket, mikor a suliba kinyílt a könyv. Nem hát volt nyilván furcsa, ismertem, nem persze. Nem volt furcsa találkozni az iskolában is a versekkel, és otthon már volt előtte, találkoztál a versekkel hát előtte? Nyilván, persze. Tehát, nyilván úgy nőttem fel. Milyen érzés volt az úgy? Hát az jó, szerintem azért az mindenkinek ilyen jó érzés, hogy fú, ez a Dégy nagypapám, nagypapám verse. És
Igen, hát ez csak hogy tőle kérdezték meg, hogy a költő mire gondol, nem a tanár kérdezte valami. Igen. Mondjuk volt egy nagyon súlyos traumám, ezt le is írtam szerintem az életrajzi könyvembe, hogy most persze viccesen mondom, hogy a nagypapámnak, a Jékeri Zoltánnak volt egy meséje, a három pillangó, és akkor az óvodában azt megrendezték, ilyen óvodai színi előadás, és engem csak az egyik tulipán szerepére kasztingoltak be, és nem kaptam meg a három főszerepből egyiket se, és ezen nagyon kiakadtam, emlékszem. De tényleg kicsit haladjunk előbben, időben akkor előre. Ugye te azt mondtad, ugye a színművészetét, ugye a filmművészeti főiskola, vagy egyetem, bocsánat. Nem, én nem jártam, nem vettem. Tudom, hogy nem jártál, de hogy képben lett volna, mert ilyesmit legalábbis olvastam rólad. De hogy nem, igen, de hogy ugye bejött a zeneipar, illetve a zenei világ az életedbe, és ugye korábban ugye, tehát 2007 előtt is már zenéltetek, meg zenéltél, ott volt egy nagy váltás akkor ugye, hogy... Hát igen, hát volt az Amorfördögök, első zenekar, amiben... De hogy ugyanaz a banda... Ugyanaz a banda, igen. Hát ez azért lett... Mi történt? Hát az történt, hogy én akkor nagyon-nagyon sokat játszottam színházban, ugye akkor létezett még a most már tényleg legendás Krétakör társulat, és tényleg ilyen világsztárokat, tehát rengeteget utaztunk, és emiatt gyakorlatilag nem tudtam az Amorfördögöket csinálni, és akkor ők már ilyen dolgokat találtak ki, hogy volt nős, meg nőtlen koncert, és akkor amikor én nem voltam, akkor nőtlen koncert volt. De aztán így elkezdett így hervadozni nélkülem, meg úgy érezte a Tövisházi az Ambrus a zeneszerző, hogy elfáradt, és akkor ő mindig így zsarolgatott engem, hogy csinál nekem szólólemezt, hogy ott hagyom a színházat, de mondtam, hogy Ambrus, nem hagyom ott a színházat, mert az az addikcióm. És aztán 2006-ban vége lett a Krétakör társulatnak, tehát a Schilling Árpád szélnek keresztette a társulatot, és akkor mondtam az Ambrusnak, hogy na most itt van egy légüres tér, ami végül is aztán nem volt az, mert akkor hívott engem a Alföldi Robi a Nemzetibe, ugye az akkori Nemzetibe, de végül is azért mégis volt ott annyi idő, hogy megcsináltuk az első lemezt, és az meg váratlanul annyira nagyot szólt, hogy az meg így... De miért kellett nevet váltani? Hát azért, mert az nem a Morfordögök. Ott az igazából az én rám épül ez az egész. A tehát, nevéből is igen, elég, én vagyok igen. Te vagy a Péter. Hát azért tudod, hogy ne lehessen lecserélni. Aha. Tudod, a színházban ez nagyon bosszantó, tehát bármi történik veled, már ott van a beálló. Igen, egy együttesben könnyebb ezt meg. És akkor így meg, tehát a Péter Fiborian Labbenben sajnos senki nem tud beállni helyette. Zeneileg hogy érzed egyébként, hogy a névváltás, nyilván mondjuk tudjuk, hogy mi volt a fáma, de hogy zeneileg azért volt egyfajta változás mégiscsak? Persze, teljesen. Hangzásvilágban, bár teljesen. Hát most egyébként nagyon vicces, mert most feltámasztjuk az Amorfördögöket 7 év után megint, néha egy elő szoktuk venni, a Műpába lesz június 1-én, és meghirdettük, és egy nap alatt elmentek a jegyek, szóval még az Amorfördögöknek is megvan a nosztalgikus közönsége. Tényleg ilyen őrület van. Teljesen más, hát az sokkal inkább a fiúkra, meg a Tariska Szabolcs szövegeire épülő, nagyon különleges, tényleg ilyen UFO hangulatú zene, ami szerintem azért is tudjuk elővenni meg így 6-7 évente, mert nem megy ki a divatból, mert soha nem volt divatos, hanem mindig iszonyatosan egyéni volt. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy az én nevemet viselő zenekar is ilyen, ugye nyilván a Tövisházi Ambrusnak a zseniális zenei világa az, ami azért meghatározza, de abszolút egy kísérletező, tehát pont ebből indul ki, hogy én színésznő vagyok, és tényleg a sanzontól a punkig, a diszkos számokig, a teljesen elektronikus őrületekig, tehát mindenféle van. Te vagy ti, hogy éltétek meg, hogy az akkori első albumon, a Péter Fibori and the Love Band-en, a Hajolj bele a hajamba, az akkor átment? Hát nyilván örültünk, hogy mert erre az tehát hogy mi mindig úgy írjuk a számokat, hogy mi tetszik nekünk, és mi nem, és nem úgy, hogy rádióslágert írjunk, tehát hogy ez teljesen ez a gondolat is távol. De mitől futott be annyira? Hát figyelj, egyrészt tényleg jókor jöttünk ki vele, mert ugye akkor voltak ilyen tiszavirág életű csodák a magyar kulturális életben, mint például az akkori Petőfi Rádiója, ami underground zenét játszott egyáltalán, tehát előtte gyakorlatilag nem volt, és azóta se nagyon van ekkora elérésű rádióban végül is. És akkor az ott nagyon jó volt, plusz indult egy Music Channel, egy tévés csatorna, aminek gyakorlatilag a La Bamba klipje volt a nyitója.
nyitó klip, tehát azzal nyitott az a zenei csatorna, és akkor az valahogy így, meg nyilván abban az, mivel ez a ritmusa is, meg az egész kicsit olyan, tehát nyilván nekem nem a kedvenc számom, de persze nem tagadom meg, de sokan nagyon vicces, mert ez ilyen, a szám, ugye? Ez így áttört ezeket a falakat, hogy ilyen esküvőn játsszák, tudod, meg ilyen. Tehát, hogy ez egy kulcs egy olyan, olyan helyre repített minket, ami, ahol egyébként ufók lennénk. Mi van akkor, tegyük fel, hogyha egy átlagos vasárnapi hétvégei reggelen nem kell dolgoznod, nem vagy turné, nincs fellépés aznap. Mit csinál Péterfi Bori egy átlag vasárnap reggel otthon? Nem értem a kérdést. Nincs, nem nagyon van ilyen. De hogyha véletlenül van ilyen, hát egyrészt akkor kialszom a péntek-szombati, rengeteget játszom színházba is, tehát gyakorlatilag minden nap színpadon vagyok. Most egy kicsit tényleg túlvállaltam magam, de egyszerűen Magyarországon olyan szinten van ellehetetlenítve a kulturális élet, hogy annyira, tehát iszonyú sokat kell dolgozni, főleg egy színházi színésznek ahhoz, hogy egyáltalán valamennyi pénz abból megmaradjon. Tehát teljesen szürreális. Már legalábbis azokról a színházakról beszélek, ahol én játszom, mert van, ahol nem így van. És tehát embertelen sokat kell dolgozni, plusz ugye a zenekar, plusz nagyon sok minden mást is csinálok. Például forgatások, igen. Most hál' Istennek a Netflixre is felkerült, szerintem egy nagyon érdekes film, ez a Mesterjátszma című. Most a Netflixen nézhető, szerintem nagyon izgalmas és nagyon szép, egy 56-os, de nagyon fura szerelmi történet. Ez a Stefan Zweig? Igen, annak az igen, van igen, adaptálva igen, igen. Egy ilyen 56-os magyar helyzetre. Szerintem nagyon szép film. És tehát, hogyha, de ha véletlenül van ilyen, akkor, hát akkor vagy a kisfiammal csinálok valami programot, vagy például takarítani, nagyon szeretek, főleg ilyen másnapos fáradtan, az például nagyon, az nagyon jó. De mondom, nagyon ritkán van ilyen. Elmegyek kávézás, bármi. Hát persze, reggel kávézás, vagy elmegyek bevásárolni a következő hétre, főzök, hogy már hétfőn legyen a kisfiamnak ebéd, meg a kaja, amit tud vinni a suliba. Tehát ugye a másik főszerepem az anyaság, úgyhogy abba is nagyon sok energiát kell belerakni, nem csak a művészetben. Ha kéne válasz a koncertezés, vagy a zenei pálya, a színpad, vagy a film közül, melyik? Nem szeretnék választani, tudom, nagyon, de nagyon remélem. Hát egyiket sem, én szerintem ez úgy lesz, hogy ez azért majd normálisan kiválasztódik, tehát nyilván idősebb korban, nyilván az, tehát a színészet az, amit remélhetőleg nagyon-nagyon idős korban is lehet csinálni, az embernek a memóriája jó. A koncertezést azt nem tudom, meddig lesz majd kedvem, vagy hogy lesz, de remélem azért még sokáig. Mik a tervek? Mondjuk akár a nyárra nézve. Hát most nagyon sok minden van, ugye most itt is fogunk játszani, szerintem három új számot is, úgyhogy kemény lesz a közönségnek, mert szokták mondani, hogy a közönség megijed a sok új számtól. Tesztelni fogják? Nem szoktunk ezzel foglalkozni. De akkor készül valami album? Igen, készül egy album, tehát ezt akartam mondani, az majd októberben jelenik meg, plusz ugye az Amorf Ördögök, ami azért nagyjából ugyanezt a zenekart terheli le, azzal próbálunk a Műpás, meg valószínű lesz még pár koncert a nagy érdeklődésre való tekintettel. Ugye klippet is szeretnék, tehát ugye egy csomó minden ilyen terv van, plusz hát most már premierem nem lesz színház, bár Istennek az most volt pár hete az utolsó ebben az évadban, de sok előadás lesz nyáron is, szóval elég sűrű időszak lesz a nyár is, szokás szerint. Péterfi Bori, nagyon szépen köszönjük, hogy én is nagyon szépen köszöntöm. Meghívásunkat és válaszoltál. Hogy köszönöm? Hogy kell mondani? Köszöntem. Jó koncertezést mára, és köszi. Aztán a későbbiekben is, meg az új albumhoz is sok sikert. Sok szabad minden. Vasárnap reggelt, ha úgy esik jól. Azért néha jól esni, igen. Nézőknek azt tudom tanácsolni, hogy kövessék a Festum Varadinum Facebook oldalát, ugyanis ilyen és ehhez hasonló beszélgetések fognak megjelenni az esemény sorozat alatt, kicsit majd utána is, illetve majd YouTube-on és Spotify-on is meg lehet hallgatni ezeket a beszélgetéseket. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!